futópadon tesztelik az 50 köbcentés városi endurót ezen az internetes videón. Ez pedig már egy ugyanolyan típusú motor, csak hogy ezt a képet a Tolnavár megyei rendőrök készítették néhány napja. Szekszárdon állították meg a sofőrjét, miután a 20 éves decsi férfi egy behajtani tilos táblát hagyott figyelmen kívül. A felelősségét a helyszínen elismerte, amiért 30 000 forintos bírságot kapott. Az igazi meglepetés viszont csak ezután következett. Mindhárman meglepődtek, amikor a körözési nyilvántartó rendszer pozitív jelzést adott. Ez azt jelenti, hogy a járművet körözték, ezt utána több fórumon is megpróbálták visszaellenőrizni, és bebizonyosodott az, hogy a járművet 2017. januárjában lopták el még Ausztriából. Ezt követően 2018-ban nemzetközi körözést adtak ki a járműre, és ez azt jelentette, hogy abban az esetben, hogyha a motort megtalálják, akkor ezt le kell foglalni. A kollégáim ezt meg is tették. Vagyis a szabálytalanságon kapott fiatal nem csak 30 000 forintos bírsággal zárta a motorozást, de még a járművet is lefoglalták a helyszínen. A pórul járt férfit hideg zuhanyként érte, hogy az évek óta használt kétkerekűjét Ausztriából lopták el. Azért is lepődött meg a 20 éves decsi férfi, hogy a járművet körözik, mert ő ezt még 2018-ban vásárolta, és azóta is az ő tulajdonában volt a motor. A jogszabályok szerint arról az ügyészségnek kell döntenie, hogy kiadják-e Ausztriának a motort, vagy visszakapja a magyar tulajdonos. A nemzetközi gyakorlat egyébként az, hogy amennyiben az eredeti gazda felkutatható és igényt tart az akár évekkel korábban ellopott vagyontárgyára, akkor azt neki kell adni.